La 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 la. Gyuri Fuli, kapd el gyorsan! Utálom a tojást! Én igazán nem értem, miért nézel rám ilyen csúnyán. Ezt a tojást akár közös kincsnek is tekinthetnénk, mert meg kell mondjam, hogy a birtoklási vágy számomra igen visszataszító tulajdonság. Figyelj csak egy kicsit, Ügyi Fogyi. A törpök közül valaki elcsort a tortámat. Nincs valami ötletet, hogy ki lehetett az a gaztörp? Hát, amikám, ez igencsak fogós kérdése. Nem tudom, ki lehetett. És mondd csak, mit rejtegetsz a hátad mögött abban a dobozban? De az én tortám van benne, megnézheted magad? Jaj, a törp iskoláját erre nem számítottam. Ha továbbra is ilyen jól haladunk, pillanatokon belül odaérünk, Szia-miau. Ma megtalálom azoknak a töpörödő törpördögöknek a faluját, és összetiprom a falut. Összetiprom! Állat, el akarod ijeszteni őket? Nézd, ott vannak ott! Szia, miau! Fogd meg azt a törpöt! A törp mindenit. Szia, miau! Nézd, ott van! Fogd meg azt a nyavajas törpöt! Jaj, nekünk jön hókuszpók, jaj, nekünk! Jaj, nekünk jön hókuszpók, jaj, nekünk! Törpapa, hókuszpók mindjárt ide ér a faluba. Hókuszpók? Meg kell akadályoznunk, hogy megtalálja a falut. Ó, törpekek, most mi lesz velünk? Van egy ötletem, láthatatlanná teszem a praja falvát. Ez remek ötlet, így aztán sose fog ránk találni. Jaj, törpapa, most mit évők legyünk? Gyorsan kell egy pohár holdvíz, két csipet békabendő, egy friss fűcsomó, egy maroknyi hernyópihe és egy gumifalevél. Nagyon közel vagyunk. Érzem a szagukat, érzem, hogy már nagyon-nagyon-nagyon közel vagyunk. Valami még hiányzik. Nagyon sok pöszmétét kell beletennünk. Csak egyetlen egyet sikerült találnom, törpapa. Ezt az egyet? Na, meglátjuk, hogy elég lesz-e. Semmiféle falu nincs, az egyszer biztos. De van! Törpapa, ide néz! A csodaszer egyre gyengül. Oda néz, oda néz, oda néz, oda néz! Jó, hasd már, most gondolkodom! Aha! Fantasztikus terv ötlött az eszembe, Szia-miau. Már alig várom, hogy megvalósítsam. Gyerünk! Mondhatom, ez az egész törpompás ötlet volt a részedről. Az az igazság, hogy egy percig nem izgattam magam, és a helyedben én is. Persze, okoska, te is azt tetted volna, amit én, de még mindig veszélyben vagyunk, és egyre kevesebb a pöszméténk. Minden törpöt arra kérek, hogy annyi pöszmétét szedjen az erdőn, amennyit csak tud. Törpjeim, csináljatok csak mindent úgy, ahogy az törpapa kívánja, mert törpapa mindig tudja, hogy mit kell tennünk, tehát... Remélem, jó munkát fogtok végezni. Csak úgy, mint máskor. Ó, a törp mindenit, ez nem lehet igaz. Ez már a tizedik pöszméte bokor, amivel próbálkozunk, és egyetlen szem termés sincs rajta. Kíváncsi lennék, hogy ki eszi meg azt a sok bogyót. Ez bizony ravasz kérdés. Talán az a legjobb, ha alszunk rá egyet. Szedd már össze magad! Lusti! Nem lehetsz ennyire lusti. Mi van? Mi irány a kis erdőbe keresgélni? Megyek, már megyek, törperős. Mm.
Borzasztó, azt álmodtam, hogy minden ég körülöttem. Segítség! Segítség! Musti! Ó, te szegény kis pára! Kösz, hogy idejöttél, Törpilla, én nem is látom, tudom. Látom, elrontottad a gyomrodat, te szegény. Légy óvatos, Törpilla, igen veszélyes játékot űzöl. Törpök, ez a sárkány bébi nem fog bántani senkit. Jaj! Jobban mondva, szándékosan nem fog bántani. El kell vinnünk Apraja falvába, talán Törpapa meg tudja gyógyítani. Sejtettem, hogy ezt fogod mondani. Felkészülni! Vigyázz! Ledobni! Jaj! Sejtettem, hogy ez lesz a vége. Sárkányt hoztatok, én pöszmétét kértem tőletek. Egyetlen szemet sem találtunk, ettől egyig elfogytak. Beteg a sárkány, bébi. Nem tudná rajta segíteni? Légy szíves, Törpapa. Hát, lássuk, mit tehetünk. Egy csibet nyitne nevér, egy marokni mérges gomba, valamint egy rothan alma. Rögtön kész leszek, Sziam Jau. Meglátod, Cisuskám, olyan fergeteges pusztító viharat kerekítek egy-kettőre, ami a kis törpicsekeket szeretett falujukkal együtt a föld színével teszi majd egyenlővé, mint elpusztulnak. Minden a legnagyobb rendben. Pár pillanat és útra készen áll a vihar felhő, és nincs az a törp, aki megmenekülne előle, meglátod. Hát, nem így képzeltem. Nem egészen! Nem! Remélem, ettől elmúlik a csuklása. Törpapa sikerült! Már sokkal jobban van. Na, jól van, hagyd már abba! Törpilla, vidd vissza az erdőbe, ott érzi otthon magát. A törpiek pedig csak keresgéljenek tovább pöszmétét, hát ha visszajön hókuszpók. Rendben, Törpapa, megyünk! Törpapa, rossz hírünk van. Átkutattuk az egész erdőt, és pöszpétének bizony se híre, se hamva. Csak egyet sikerült találnunk. Akkor ezt rögtön elültetjük. Remélem, a gyors növesztő tápszerem meghozza hatását. Ez egészen fantasztikus, Törpapa. Hozzátok a kosarakat. Ez a mennyiség elég lesz varázsszerem törpéletesítéséhez. Ez nem lehet igaz? Egy darab sem maradt a bokron. Az utolsó hozzávaló pedig len egy patkánynyelv lesz. Nagyszerű! Amint ez a felhő eléri Apraja falvát, egyre csak nő, és a törpök halálra fognak fagyni. Most pedig egy-kettő kifelé az erdőbe, és fagyazzék ki ezeknek az undorítóan jóságos kis lényegnek a szívét. Hogy lehetek ennyire zseniális? Zseniális! Jéggé fognak dermedni, Sziam Jau, még mielőtt eltűzhenthetnék magukat! Lusti, neked is pöszmétét kellene keresgélned, ahogy az Törpapa elrendelte. Sütkérezek egy kicsit, amíg süt a nap. Nem sokára úgyis havazik. Lusti, ne beszélj már zöldeket, hogy havazna a nyár kellős közepén? Miért? Szerinted az mégis micsoda? Törpegek, hogy havazhat ilyenkor? Még nem készültünk fel a télre. Jaj, vajon mi okozhatja ezt a törpenetes vihart? Azt hiszem, hókuszpók így akar minket kiüldözni a faluból, és mivel nincs pöszmétünk, lehet, hogy most nagy bajba keveredünk, törpjeim.
Ezt a hideget nem lehet nagyon sokáig elviselni, törpapa. Bizony, ilyen hidegben még aludni is képtelenség. Kell, hogy legyen valami varázsige, ami megtöri ezt a gonoszságot. Nézd, visszajött a sárkány, bébi. Ó, szegény kis pára, törpenetesen megfázott ebben a hidegben. Lehet, hogy éppen ez a szerencsénk. Kell, hogy legyen valahol valami, ami megtöri a varázslatot. Ó, talán ez lesz a megoldás. Irányítsátok ide, hogy erre tüsszentsen. Fejemet teszem rá, ez megint törpapa műve lesz. Igen, igen. Már pedig nem fog túljárni az eszemen. Soha, soha. Sárkány bébi, hoztam neked egy kis törpés meglepetést. Ebben nincsen semmi vicces. Na, mit szólsz a legújabb Siamieu csapdámhoz, Duli Fuli? Ügyi, én ki nem állandom a csapdákat. Törpilla, sürgősen tennünk kell valamit a sárkány bébi tüsszögése ellen. De amint elmúlik a meghűlése, minden rendben lesz. Törpapa! Képzel, találtam egy csomó pöszmétét. Na és hová tetted? Az ajtód elé, törpapa. Gyere már! Hé, ez felfalt az összes pöszmétét. Ez nem lehet igaz. Nagyon rossz voltál. Legalább most már tudhatjuk, hogy hová tűnt el a többi pöszméte is. És ezért csuklik egyfolytában. Sajnálom, törpilla, de a sárkány bébi nem maradhat a faluba. Vigyétek vissza az erdőbe, ott van az igazi otthona. Sajnos, azt hiszem ebben neked van igazad. És nekünk újabb adag pöszmétét kell szednünk. Pszt, figyelj csak! Ha jól hallom, ezek a törpök lesznek? Igen, igen! Hűha! Hűha! Egy pillanatra azt hittem, hogy már megint nagy bajba kerültünk. És bizony valóban bajba kerültetek, ti nyavajás kis törpicsekek. Na most aztán megvagytok! Ó, mióta vártam én erre a csodálatos napra. Júj! Júj! Sárkány bébi, te ügyesebben védelmezel minket, mint egy páncélos lovak. Oda nézzetek! Azonnal erezd el a törpöket, te ronda állat! Erezd el őket, ha mondom! Jaj, akarom mondani... Nesse neked! Az igaz, hogy nem sikerült a törpöket megkaparintanunk, de helyette titkos fegyverre bukkantunk, cicuskám! Törpapa! Hókuszpok! Elfogta a sárkány bébét! És az ő irányítása alatt ellenségünké válhat. Most több pöszmétére van szükségünk, mint valaha. Csak úgy menekülhetünk meg, ha láthatatlanná válunk. Előkerítjük neked azt a pöszmétét akár a föld alól is. Én utálom a pöszmétét, annál már csak hókuszpokot utálom jobban.
úgy látom, nem vizsgáltátok át jól az egész területet. Ha törpapa itt lenne, biztosan azt mondaná, kukkancsatok be a bokorba, nézzétek meg a levelek között is, és mögötte is. Néha igazán nem értem, minek fárasztom magam. Valamilyen módon bizonyos a hasznát tudjuk venni ennek a tüzes kis állatnak, nem gondolod, Szia Miau? De igen! Már meg is van! Hogy szorulhatod belé, mennyi zsenialitás! Zseni vagyok! És gonosz! Gonosz! Hiába minden! Ilyen varázslót, mint én, még nem látott a világ, kedves cicuskám. Nincs a földön nálam ügyesebb. Meglátod, bármivel is próbálkoznak, ezúttal nem fognak elbújni előlem ezek a kis nyavajások. De nem ám! A falujuk erre kell, hogy legyen, Szia Miau. Már megint itt van hókuszpók. Onnan fentről könnyen rátalál a praja falvára. És még mindig nincs meg a pöszméte a láthatatlanná tevő csodakeverékhez. Késleltetnünk kell valahogy. Majd én intézkedem. Ettől a sok izgalomtól egészen elálmosodtam. Aha! Már jönnek is. Én sejtettem, hogy így lesz. Szia, Miau! Támadásra felkészülni! És most jön a meglepetés! Elő a titkos fegyverrel! Ott van vele a sárkány, bébi! Felkészülni? Vigyázz! Tűz! Jaj, vigyázz, húzd a fejed! El sem tudod képzelni, hogy milyen csodás fegyvert tartok a kezemben, barátocskám. Lusti, egészen közel kell kerülni a léghajójukhoz. Figyelj! Felkészülni? Vigyázz! Tűz! Hozzatok hernyópihét, hernyópihe kell! Sajnos már mind elfogyott. Szerezzetek akárhonnan! Én is éppen arra gondoltam, hogy kell legyen még valahol valami rejtett tartalék. Sajnos ebben a kamrában már egyáltalán nincs hernyópihe, de ígérhetem neked, hogy a föld alól is kerítek neked egy maroknyit. Kapaszkodj, Lusti, támadáshoz felkészülni! Jaj! Nézzétek, ott van a praja falva! Ó, ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Kész a kocsvalék, most már csak szorítsatok. Jövök már! Úgy sem menekültük előlem, nyambat kis kupikékek. Kiszúrta, hol van a falu? Valahogy meg kell állítanunk. A falut egészen pontos a célba vettük. Felkészülni! Vigyázz! Tűz! A sárkány, bébi! Jaj, ne! Mamma! Én ezt nem értem. Hova tűnt a falu egyszerre? Pedig az előbb láttam, ebben biztos vagyok. Én is! Sikerült, törpapa! Hurrá! Szia, Miau!
ez nem igaz, elvesztettük a falut. Te nyomorult állat! Te vagy azok a mindennek! Mindennek! Jaj! Ezennel hadd fejezzem ki köszönetemet annak a két törpnek, aki halált megvető bátorsággal küzdött Hókuszpók ellen. Hová tűnt Lusti? Tudtam, hogy úgyis minden a legnagyobb rendben lesz, törpapa, ezért aztán egy pillanatra sem ijedtem meg. Mondtam a törpöknek, hogy te úgyis... Jaj! Ez Hókuszpók! Mindig mindennek te vagy az oka, te ügyetlen lustadög, és a viselkedésedre nincs mentség, érted? Tulifuli! Hol vagy? Tulifuli! Remélem, hamarosan megtaláljuk, mert már alig várom, hogy halljak egy kicsit. Én ezt nem értem, az előbb még velünk volt, fogalmam sincs, hová tűnhetett. Talán elkapta Hókuszpók. Hókuszpók? Hókuszpóknak itt se híre, se hamba. De még a sagádok se. Dulifulit sem látom, úgyhogy gondoljátok, visszamehetünk a faluba. Meg kell bizonyosodnunk a felől, hogy itt van-e Dulifuli. Minek van ilyen rohadt saga? Olyan szaga van, mint Hókuszpók. Nicsak, három dundi törpicseket sikerült megkaparintanom. Remek lakmározásnak nézek elébe. Hókuszpók, nem látod itt véletlenül Dulifulit? Kit? Azt akarod mondani, hogy nincs itt? Persze, hogy nincs itt. Ha itt lenne, már régen a bográcsomban fortyogna. Gyere közelebb, hadd csúgjak valamit a füledbe. Ugyan mit csúgnál nekem? Ezzel végzetes hibát követtél el, barátocskám. És ezt a hibát sehogy sem fogod tudni jóvá tenni. Hogy már ez törperős, elég nagy bajban vagyunk így is. Igen, mi alatt mi itt szenvedünk, Dulifuli, lehet, hogy már jó ízűen szundikál a faluban. Mit nem adnék érte, ha én is szundikálhatnék? Én még ilyen tökkel ütöm, de nem láttam. Vigyázz, mindjárt felrobban! Hasalni! Mi történt? Kit érdekel? Tűnjünk el gyorsan, mozogás! Te szerencsétlen állat! Nem is tudom, hogy mit csináljak velem. A legszívesebben szétcincálnálak. Remek, még meg is szöktek. Hát jobbat nem is tehettél volna, mint hogy lelökted azt az ibriket. Igazán? Igen, minden úgy történt, ahogy terveztem. A robbanás, a törpök szökése. Tényleg? És mostantól kezdve, kedves cicuskám, a törpök napjai meg vannak számlálva. Mondd csak, hol fáj, Dulifuli? Mindenütt fáj, és ki nem állhatom a fájvalamim. Utálom azt, hogy... Dulifuli, az a véleményem, hogy a te állandó morgolódásod nem tesz jót az egészségednek. Próbálj meg mosolyogni. De én utálok mosolyogni. Törpapa, Hókuszpók fogságba ejtett minket. Az életünk kockáztatásával menekültünk meg. Mondtam már, hogy kerüljétek Hókuszpók házatáját. Azt hittük, hogy Dulifuli nála van fogságban. Én aztán utálok fogságban lenni. Hókuszpók biztosan valami rosszat forgat a fejében. Hát persze, hogy rosszat forgat a fejében. Ő mindig rosszaságokon töri a fejét. Az az érzésem, hogy most valami nagy csalafintaságon törpi a fejét. Akkor jól fel kell készülnünk erre a bizonyos csalafintaságra, akármi is legyen az. Kinn az erdő. Igazán nagyon szép hangod van, Nótata. Hát igen, édes hangom beragyogja az erdőt, törpilla. Ahogy látom, Nótata, itt valami más is beragyogja az erdőt. Nézd! Hűha, ez egy könyv. És nem egyszerű könyvről van szó, hanem varázskönyvről. Az lesz a legjobb, ha elvisszük törpapához. Fogalmam sincs, mitől hervadtak el a virágaim. Valamit elhibáztam, de nem tudom, hogy mit. Törpapa! Törpapa! Az erdőben rábukkantunk egy varázskönyvre, törpapa. Mi ez, varázskönyv? A varázskönyv a törp mágus tulajdonát képezi, aki a legtörpösebb varázsló az egész törp kerekségen. Ki a könyv? A törp mágusé? Törp
papa, de hiszen te mindig azt mondtad, hogy rajtunk kívül nem léteznek más törpök. Tudomásom szerint nem léteznek. Én eddig még sosem hallottam törp mágusról. Törp papa, nálad ügyesebb mágus nem létezik a törpkerekségen. Nézzük csak, valóban jól működik ez a varázsszó. Abrakadabra! Törp papa, ez azt jelenti, hogy a törp mágus még nálad is ügyesebb? Nem tudom, mit mondjak. Ha tényleg létezik ez a bizonyos törp mágus, szerintem ide kellene őt hoznunk a faluba. Nem gondolod, törp papa? De igen, azt hiszem, igazad van, törp Pilla. Figyeljetek, csak a varázskönyv szerint a Ködfátyol hegyének legeslegcsúcsán él, és oda bizony hosszú út vezet. Ki nem állhatom a hosszú utakat? Mintha arra kértenek volna, hogy próbálj meg mosolyogni, Durifuri. Akarom mondani, nem szeretem túlságosan a hosszú utazásokat. Vagyis szeretem a hosszú utazásokat, de nem érzem jól magam. Fel kell készülnünk az utazásra! Nagyon messze van még, törpapa? Nincs már olyan messze. Jaj, én annyira elfáradtam. Nagyon messze van még, törpapa? Nincs már olyan messze. Mégis, mennyire van messze, törpapa? Nincs már nagyon messze. Óvatosan, gyertek mögöttem libasorban. Maradjatok csöndben, úgy érzem, veszélyben vagyunk. Utálok veszélyben lenni. Több papa, lehet, hogy nincs is itt senki. Ne merészeljetek közelebb jönni. Itt várjatok, én magam járok utána ennek a dolognak. Törp mágus a neve. Én vagyok a törpkerekség leghatalmasabb törpje. Hát, te ki vagy? Én törp papa vagyok. Törp papa? Ó, kedves törp testvér, én nem is emlékszem, mikor találkoztam utoljára fajtámmal. Köszöntelek. Mondd, mi szél hozott erre? Az igen, tisztelt törp mágus, hogy eddig még nem hallottam a létezésedről. Ó, igazán. Ennek igen hosszú a története. Ahogy látom, nálad van az én varázskönyvem. Ó! Hát ez meg micsoda. Rajtad kívül is vannak itt törpök a közelben. Gyertek, gyermekeim, gyertek csak közelebb, így nem láttak benneteket. Nekem ez a dolog nem tetszik. Igen, igen, gyertek csak, gyertek, még közelebb, még közelebb. Vissza, menjetek vissza, menjetek már! Ez hókuszpók. Milyen igazad van, törp papa? Utálom hókuszpókot. Jaj, most mit fog csinálni szegény törpapával? Egy pillanatra se vedd le róla tekintetedet. Igenis. Ide figyeljetek, ti kis nyomorult törpicsekek. Most pedig elvezettek a falutokba. Világos? Ó, persze, te csak azt hiszed, hókuszpó. Soha nem fogunk elvezetni a Praja falvába, te gonosz öreg varázsló. De nem, már mit képzelsz? Eszünk ágában sincs elvinni a faluba. Nem őrültünk meg? Erre semmivel sem fogsz minket rákényszeríteni. De ha akarod, gondolkodhatunk a dolgon. Figyeljetek rám, törpjeim! Nehogy elkísérjétek hókuszpókot a faluba! Jó, akkor majd én megmutatom, mi lesz ennek az eredménye. Abrakadabra, babrakadabra! Szegény törpapa! Na látjátok, ti kis félkegyelműek! Amint kiejtem a teljes varázsigét, szeretett törpapátoknak egyszer s mindenkorra vége! Jaj, most mit évők legyünk? Azt nem hagyhatjuk, hogy a más világra küldje. Jó, akkor várj, te gonosz varázsló! Ne bántsd már törpapát, inkább elvezetünk a faluba. Ne tegyétek, inkább csináljon velem azt, amit akar. Abrakadabra! Törpapa, inkább engedelmeskedjünk hókuszpóknak. Gondoltam, hogy el fogtok gyöngülni a végére. Nagyon messze van még? Nincs az olyan messze. Nagyon messze van még. Igen, yeah, messze van. Szedd csak a tapancsaidat. Hát te ki vagy? Én vagyok az igazi törp mágus, a legeslegfatalmasabb törp az egész törp kerekségen. De ez törp mágus nem is létezik. Csak a fantáziám szüleménye. Már pedig én valóságos vagyok, és hogy bebizonyítsam ezzel a varázsporral, meg fogom remekedni a földet. Abrakadabra!
Ugyan, ez csak valami olcsó trükk. Ez ugyan nem kell törpmágusnak lenni. Szóval kételkedsz? Akkor most a lábad alatt futóhomokká fogom változtatni a földet. Abrakadabra! Jaj, ez szinte hihetetlen. Úgy látszik, törpmágusnak sokkal nagyobb a varázsereje, mint törpapának. Most már hiszel nekem? Ugyan, de hogy? Te átkozott szélhámos! Te Schwindler! Csak kerülj a karmaim közé! És ehhez mit szólsz, ha? Mondd, mit kívánsz tőlünk, mester! Üzzétek ki az erdőből ezt a gonosz varázslót! Most elkapunk, véged van! Ne, ezt ne csináljátok! Hagyjad a békén! Ne! Hagyjatok! Jaj nekem! Köszönjük szépen a segítségedet, törpmágus! Megmentetted a falunkat! Nagyobb varázserővel rendelkezel, mint a mi törpapánk! De hol van törpapa? Gyorsan vissza kell mennünk a hegyre, hogy megkeressük! Miattam ne aggódj, törperős! Nincs semmi bajom! Hurrá! Én egész végig sejtettem, hogy te lehetsz törpmágus, csak kíváncsi voltam, hogy a törpiek mikor jönnek majd rá. Hogy a manóban tudtál ilyen fantörpikusan varázsolni? Úgy, hogy sokan voltak a segítségemre. Ábrándos, Ügyi, Hami, Tréfi, Költörp és Nótata. Azt még sem értem, hogyan tudtad megremegtetni a földet? Nagyon egyszerűen. Törpök fölkészülni, rajta! Nálad ügyesebb törp nem létezik az egész törpkerekségen, én ezt már régóta mondom. Jaj, úgy látszik, én már csak ilyen maradok. Figyelj csak, törpapa, nem érzem jól magam. Betegesen kék az arcszíned, az biztos, és hol fáj? Úgy mindenütt. Azt hiszem, rájöttem, hol van a kutya elásva. Tévedtem, túl nagy erőfeszítést tettél azért, hogy megpróbálj mosolyogni, és ebbe belebetegedtél. Ezek szerint már ugyanolyan lehetek, mint rég? Ki nem állhatom, hogy most igent kell mondanom, de igen! Köszönöm szépen, törpapa! Nem örülök, mert utálok örülni. Na hát, Ügyi, ennél törpösebb találmányod talán még sosem. Köszönöm, törpapa. Törpic úr kedvenc játéka lesz. Törpic úrkorban bizony az élet még tele van csodákkal. Törpapa! Törpapa! Zöld őrtörp, mi a baj? Történt valami a folyónkkal. A halak nem is tudom, olyan furcsák. Na, ezt azonnal meg kell néznünk. Törpéletesen igazad van, törpapa. Ahogy mondani szoktad... Okoska, Ügyi, Fogyit, itt maradtok törpic úrral. De törpapa! Hé, milyen mázlisták vagyunk. Itt maradhatunk és játszhatunk vele. Mázlisták? Mázlisták? Akárhányszor törpénik valami izgi, miket mindig itt hagynak picörködni. Nem utáskodj, okoska. Semmi sem lehet fontosabb, mint vigyázni egy törpic úrra. Bárcsak törpapa figyelembe venni az én kivételes képességeimet. De nem. Ő nem! Pont nekem kell vigyáznom törpic úrra. A törpiskoláját? Ilyet még nem láttam. Szerinted mi lehet ez, törpapa? Attól félek, hogy varázsszennyezés. Varázsszennyezés? Meg kell keresnünk, hogy honnan jön. Zöld őr! A halakat, békákat és a többi szomjas állatot vezess föl a forráshoz, ahol még tiszta a víz. Ide néz, törpapa. Itt ömlik bele a folyóba. Jaj, törpapa, most mit csináljunk? Ügyi, építs ide egy gátat. Úgyis éppen elég folyt már bele. Mi törpillával megnézzük, honnan ered. Azonnal nekilátok, törpapa. Azt hiszem, megtaláltuk a szennyezőt. Hókuszpók, iszaptava. Igen, amiben mindent beledobált a kísérletei után. Micsoda törptelenség. Bújjunk el! Jön valaki! Hidd el, Siamiau, ennél már nem mehetnének rosszabbul a dolgok. Nem bizony. Már mindent kipróbáltam, hogy elkapjam a törpeket, de eddig mindig túljártak az eszemen. A varázsfűzet, amelyel óriásra dövesztettem volna magam, hogy eltapossam Apraja falvát, odaégett! A törpölőgőz, amelyel egyszer s mindenkorra kifüstölhette volna innen a törpeket, tönkrement!
A zseniális zsugorítófej, amelyel az erdőt összezsugoríthatta volna, hogy megtaláljam benne a törpöket! Tönkrement! Szia, miau, mindenemet odaadnám azért, hogy legalább az egyik a kezem közé kerüljön! Mi ez? Mi ez? Mi folyik itt? Vigyázz, te ostoba macska! Szaladj, törpilla, szaladj! Látod, mit csináltál te, nyomorult bolha fészeg! Ide, törpilla! Ide, be gyorsan! Siessünk vissza a laboratóriumba, ott kikísérletezek egy szennyező elnyelőt. Nincs rá szó, hogy mekkora kárt okozhat ez a szennyeződés. Jaj, de szörnyen érzem magam, iszonyú. Borzasztó hány ingerem letett fel a vízt. Na majd adok én annak a gyalázatos szőrgubancnak. Jaj, de nagyon rosszul vagyok. Jaj, lepihenek egy kicsit. Béta, alma? Nem ez az, hanem alfa, béka, ez. Törpapa, segíthetek megcsinálni a szennyező elnyelőt? Köszönöm, nem, okoska. De mindig azt mondta törpapa, hogy két törp, törp, mint egy. Okoska, miért nem viszitek el ügyifogyival sétálni törpicurt? Törpapa, véleményem szerint ügyifogyi egyedül is elviheti. Épp az előbb mondtad, okoska, hogy két törp, az törp, mint egy. Ujjé, okoska, tényleg ezt mondtad? Hát jól van, törpapa, ha én mondtam, akkor biztos úgy is van. Na gyere, gyere. Tehát lássuk csak, igen. Nem. Igen, nem. Nem. Jaj, ez az ostoba macska! Rémesen érzem magám! Megállj csak, van még veled némi elszámolni valom! Na megállj csak, te nyikorgott tejnyaló! Ne próbálj itt nekem hízelegni, azzal nem lágyítod meg a szívem! Miattad estem bele a tóba! Jaj, mi ez? Mert hát kaptam, vagy mi ez? Jaj, nekem, jaj! Megyek össze! Ez is a te hibád, te nyomorult féregláda! Jól van, menekülj csak, te gyáva macska! Menekülj csak! Jaj, nekem! Hiszen ez lehetetlen, mert akkora sem vagyok, mint egy törp! Jaj, nekem! Most mit csináljak? A varázskönyvet sem érem el, amivel kinézhetném az ellenszert! Úgy kell neked. Te mocskó, te mocskó, te bügyös maska, te macskák gyöngye. Jaj, ne, kis cica, ne csinál. Keresnem kell valakit, aki segít rajtam. Tudom, egyetlen varázsló van, aki segíteni tud rajtam. Hát soha nem gondoltam volna, hogy egyszer erre betemedem, de... Törpapa, segítség! Törpapa! Törpapa, törpök, segítség! Jaj, hogy lehettem ennyire ostoba? Te tollas agyú! Nem lett volna szabad kidobálnom az üvegjeimet. Inkább tojnál, te repet hazék! Jaj, ne! Tovább zsugorodtam! Már csak akkora vagyok, mint egy mezei egér! Jaj! Itt legalább biztonságban leszek. Jaj! Heuréka, megtaláltam, törpilla, megtaláltam! Hála a törpegeknek, törpapa! Azonnal bele kell öntenünk a folyóba a szennyező elnyelőt. Látod, zöldőr, ez hatástalanítja hókuszpók varázsszennyét. Sikerült, törpapa! Megmentettük a folyót.
neked, Törpapa. Most már minden állat ihat belőle. És a halak meg a békák is hazajöhetnek. Sajnos, Törpilla, nekünk még el kell mennünk Hókuszpókhoz, hogy megtisztítsuk az ő tavát is. Aj, úgy látom, most éppen senki sem üldöz. Hűha, okoska, jaj, nem pihenhetnénk mi? Egy kicsit? Ja, dehogy nem. Nekem olyan mindegy. Jaj, ne, okoska, ne szomorkodja, miért Törpapa nem kérte a segítségedet. Például tőlem se kért még segítséget. Milyen igaz? Törpapa mindig azt mondja, okoska, ügyi-fogyival vigyázzatok Törpicurra. Hát igen, okoska, mi ketten nagyon jól csináljuk ezt. Jaj. Megkérlek, tegyél már le engem, te óriás csecsemő! Na hát, Törpicur, mi van a kezedben? Hű, ez Hókuszpók. Hű, ha mi történhetett vele? Összementem, te szűk a gyuhupikék, na mit szólsz hozzá? Törpapa az egyetlen, azt hiszem, aki engem visszaváltoztathat. Gyorsan vigyetek el hozzá! Igen, pontosan ezt szándékozom tenni, Hókuszpók. Ezettúl Törpapa sem veheti semmire azt a törpöt, aki elkapta Hókuszpókot. Na, tessék! Itt maradhat a játékfaluban, amíg Törpapa haza nem jön. Na hát, ez felháborító! Ó, Törpapa, ez a szennyező elnyelő csodásan bevált, kéne? Igen, Törpilla. Remélem, egyetlen élőlénynek sem ártott meg ez a szörnyű szennyeződés. Hihetetlen, szinte hihetetlen. De igaz, Törpapa, segítened kell rajtam, kérlek, könyörgök neked, te vagy az egyetlen reménységem. Gondolom, egyetértesz, Törpapa, hogy a hősnek kijár egy ünnepi szónoklat. Majj, bárcsak a régi volnék! Mindent a maga idejében. Jaj, nem. Hihetetlen. Most mi lesz vele? Te vagy a hibás, Hókuszpók. Vétettél a természet örök törvényei ellen. Ó, Törpapa, kérlek, ígérem, soha többé nem teszem. Csak kérlek, változtass vissza, hadd legyek megint a régi. Szerintem segítenünk kellene ezen a szegény, szerencsétlen kis lényen. Hát jól van, Hókuszpók, de annyira bolond azért nem vagyok, hogy a faluban változtassalak vissza a régi nagyságodra. Igen, igen, Törpapa, az valóban bolondság volna. Kivisszük őt az erdőbe, ott nem árthat nekünk, az az egy biztos. Most végre segíthetek neked, Törpapa. Maradj itt Törpicurral. Már megint ezt tette velem? Hát, ahogy Törpapa mindig mondani szokta... Á, pofa be, ügyi-fogyi! Ó, nem, okoska. Törpapa ilyet soha nem mondana, csak te. Mi a törpöt csináljak vele? Várj, amíg ügyi kellő távolságban lesz. Elkezdhetnénk már végre. Rendben, Hókuszpók. Most figyelj! Jaj! Mi történt? Remélem, nem csaptuk agyon. Semmi nem történt. Nem nőttem meg. Miféle varázsló vagy te? Nem sikerült az ellenszered, te elfuserált vén varázsló. Soha nem értettél semmihez, te szerencsétlen vén kecske, te! Ez nem szép tőled, Hókusz. Jaj, nem? Hihetetlen. Most már akkora sem vagyok, mint a poloska. Úgy látszik, rajtad már a szennyező elnyelő sem segíthet, Hókuszpók. Ó, Törpapa, én már sosem leszek a régi. Te mindig csak tovább zsugorodsz, ha valami rosszat teszel. Talán akkor növekednél, Hókuszpók, ha valami jót tennél. Ha valami jót tennék? Ugye te viccelsz velem? Jót? Én? Attól tartok, ez az egyetlen esélyed. Törpapa! Törpapa! Egy pillangó beleakadt a pókálóba! Ki kell szabadítanom, Törpapa! Várj egy kicsit, zöldőr! Itt a pompás alkalom, hogy kipróbáljam az elméletemet. Ennél nevetségesebbet, mint életemben nem hallottam, hogy a jóságtól nőni lehet. Ez nevetséges. Szentséges törpengek! Vigyázz, Hókuszpók! Ott a pók! Hú, rajta! Rajta! Jaj, segítség! Igazad volt, Törpapa. Kiszabadítottam azt a szegény pillangót, és tényleg nőttem egy kicsit.
Igen, Hókuszpók, nagyon sok jót lehet tenni a földön. Néha úgy tűnik, annyi jóságra van szükség, hogy már mi sem győzzük. Épp nekem mondod? Látom is, mi lesz, ha következő jó tetted. Segíts azoknak a szegény mókusoknak. Bevittem az utolsó diót is, törpapa. Jól van, megdicsérlek, Hókuszpók. Legalább 1000 diót vittem be oda, és eddig még egyetlen millimétert sem nőttem. Légy türelmes, Hókuszpók. A jó cselekedetek hatása nem mindig érezhető azonnal. Látod, Hókuszpók, a jóságod erősebb a varázsszenny hatásánál is. Igen, de milyen hamar lehetek megint a régi? Ezt nehéz megmondani, folytatnod kell a jó cselekedeteket. Fúj, ez lehetetlen. Ó, törpapa, ha Hókuszpók beköltözne Apraja falvára, hamar megtanulhatná, milyen könnyű jót tenni. Ez aztán a törpötlet. Kérlek, Hókusztörp, maradj nyugton. Hókusztörp, ó! Sose láttam még ilyen rogyant érdeket, ilyen x-lábakat, és ennyire rogyant. Kard már meg ezt a zindítlen nadrágot, te kis locsogó. Jaj! Hókuszpók? Te locsocsoda ollójú, te! Soha nem láttam még ilyen nagy művészét a Szabó szakmának. Ó, ez igazán jól esett, Hókusztörp. Ó, Hókusztörp! Kérek minden törpöt, segítsen Hókuszpóknak jót tenni. Nem veszélyes egy kicsit, hogy itt van. Nem, mert a varázslat hatásától félve nem fog rosszat tenni. Én utálom ezt az egészet. Én is utálom ezt az egészet. Nyomás, törperős, nyomás, nyomás! Nyomás, törperős! Nagyon jó cselekedet lesz, ha segítesz nekem összekeverni ezeket a festékeket. Bármit megteszek, csak ne legyek megint kisebb. Jaj! Nem, Hókuszterp. Össze kellett volna keverni, de nem így. De igaz, ami igaz. Gyönyörű színes törp lett belőled. Wow, jaj! Ó, Hókuszpók, de jaj, hogy meglocsolod a virágaimat. Aranyos, jó kis törp lesz belőled. Nem akarok jól lenni, érted? Rossz akarok lenni, rossz, rossz, rossz! Jaj, a virágaim! Ezt azonnal hagyd abba! Utálom a jóságot! Jaj, nem, jaj, már megyek megint össze! Jaj, imádom a virágokat, mindjárt hozok még vizet, nehogy véletlenül szomjasak maradjanak. Sőt, talán még kis gyomlálok körülöttük ki bizonyán. Jaj, jól van, ezt megúsztam. Te viccesen nézel ki ebben a több sipkában. Ne piszkálj engem, te kis kékféreg! Ó, vagyis, hogy úgy akartam mondani, hogy nagyon szomorú vagyok az állandó összemenéseim miatt. Tényleg, tessék, ez majd megvigasztal. Meglepetés neked. Ajándék? Nekem? Igen, kirobbanó sikere lesz nálad. Na? Ó, ma! Na megállj, te nyomorulsz! Jaj, ne! Köszönöm a szép ajándékod! Tényleg megvigasztalottam! Én ezt már nem bírom sokáig. Te vagy az egyetlen törp, aki nem húz fel. Még mindig nem tettem olyan nagy jót, ami megtöri a varást. Persze, könnyű neked. Te felnősz egy szép nap, de én attól félek, kedveském, életem végéig ilyen törp méretű maradok. Légy jó, és segíts megjavítani ezt a kocsit, Hókusztörp. Jó, de attól félek, ez sem elég ahhoz, hogy nekem jó legyen. Türelem, Hókusztörp, törpapa tudja, mit csinál. Adj egy szöget, jó? Vigyázz! Segíts, Hókusztörp! Na jó, de minden mit csinálja? Próbáld meg fölemelni egy gyorsan! Jól van! Jó, Hókusztörp, sikerült! Igen, olyan jól csináltam, hogy megnőttem! Jól van, kimásztam. Hé, te aztán jól megnőttél! Igen, növök! Nem sokára ismét a régi leszek! Menekülj, törpapa, menekülj! És most?
Itt az ideje, hogy elkapjam az összes törpöt. Jaj, nem, nem! Sajnálom, hókuszbók, de nem maradhatsz tovább a faluban, túl veszélyes volna. Ne haragudj, törpapa! Jaj, mit csinálok? Hát kezdek úgy viselkedni, mint ők! Kiszámíthatatlan hatású a varázs szennyeződésed. Nem érdekel a falutok. Jól megleszek itt az erdőben is. Ó, mit csináljak? Mit csináljak? Ó, te ostoba tollas fejű! Nem taposhatok többi a bogarakon, nem téphetem le a virágokat, nem kiabálhatok a gyerekekre, de lenne ennél még rosszabb is például, hogyha esne az eső. Ó, de szép nap ez a mai, törpapa. Valóban gyönyörű nap, törpöltő. Törpapa, most, hogy már nem szennyezett a folyó, lemehetnénk úszni egyet? Hát hogyne, törpilla, ez egy nagyszerű ötlet. Vigyázz, törpicurra, ügyifogyi, úszom egyet. Jól van, okoska. Jól van, picúr, hozok neked egy kis vizet. Lusti, addig vigyázz a kicsire. Na, no, de borzasztó éjszaka volt, és még csak haza sem mehetek amiatt az ostoba macska miatt. Mi ez? Hát, törpök, de jó lesz nekem reggelire. Ó, jaj, nekem, hát elfelejtettem, hogy most már meg se ijednének tőlem. Milyen kicsik, és mégis milyen jól érzik magukat. Áj, de ők az egyetlenek, akikkel egyáltalán beszélgethetek. Mindenki más meg akar enni, vagy agyon akar taposni. Még Siamjaú is. Siamjaú, jó! Jaj, nem, törpicúrt, ne bánysd! Jaj, nézzétek! Siamjaú megtámadja a kicsit! Menj innen, te bolhafészek! Miért bántod mindig a kicsiket? Ne nézz így rám! Nem volnék jó falat! Meggyógyultam! Olyan nagy vagyok, mint régen! Jaj, nekem! Jaj! Te gonosz nyivákoló pamacs! Kesztyűt csinálok a bundából! Vagy inkább egy szőnyeget? Inkább egy zoknit, vagy egy gatyóreszt? Te! Jó éjszakát, törpapa! Jó éjszakát, törpapa! Biztos, hogy nincs messze a falujuk. Ha jól emlékszem, Siamjaú, a folyónál balra fordultunk, vagy mégis inkább... Ó, te ostoba góc tömeg, te! Törpekek, mi ez a zaj? Földrengés! Földrengés! Átszakadt a gát! Mi a manó törpét? Ó, törpekek! Törpapa, törpapa, fogd meg a kezem! Nincs semmi bajod? Nincs, de segítenünk kell a törpieknek. Segítség! Segítség! Törpapa! Törpapa! Hol vagy? Jaj, mi lesz velünk? Átszakadt a gát! Ez talán segít? Remélem. Ez megakadt. Jól van. Segítség! Segítség! Törpapa! Törpapa! Segítség! Segítség!
Kapaszkodjatok a kötélbe! Ez hihetetlen. Errefelé nem volt földrengés 102 éves ifjonckorom óta. De mi más okozhatta ezt, törpapa? Nem tudom, Ügyi, de ebben a dologban van valami nagyon furcsa. Júj, mi lehet ez, törpapa? Erről halvány fogalmam sincs, törpilla. Ennél több farunkra lesz szükségünk, hogy rendbe hozzuk a gátat. A domb másik oldalán még vághatunk fát. Nem értem, én még sosem láttam ezt a dombot. Jaj, Ügyi-fogyi, olyan kis buta vagy. Egy domb nem keletkezhet csak úgy a semmiből. Hosszú évek kellenek ahhoz, hogy kialakuljon. Pontosan emlékszem erre a tanulmányaimból, és... Hé, várjatok meg! Ügyi-fogyinak igaza van. Tényleg új ez a domb. Mi ez? Földrengés! Földrengés! Nézzétek, ez valami vulkán. Nagyon úgy tűnik. De hisz ez egy kisfiú. Egy kis óriás. Hát, ti kik vagytok? Kicsit magasabbra, Dulifuli. Utálom a magasat. Egy törpnyit jobbra. Utálom azt, hogy jobbra. Egy törpnyit balra. Utálom azt, hogy balra. Nagyon törpös. Törpapa, törpapa. Egy kis óriás van itt. Segítenünk kell neki. Elveszett szegény. Segítsünk rajta. Nyugalom, csend legyen. A törp szerelmére miről beszéltek? Találkoztunk egy kis óriással, akit Simonnak hívnak, és... Jaj, mi lesz szerintem? Megmondtuk, hogy maradj a helyeden. Egyedül éreztem magam. Ő Simon. Eltévedt, és megígértük, hogy segítünk neki hazajutni. Simon, ő pedig törpapa. Örvendek, törpapa. Én is örvendek, hogy megismerhettelek. Ugye segítesz megtalálnom anyut és aput? Persze, hogy segítek. Jaj, de jó. Nem tudom, hol lehetnek. Elmentem játszani, és eltévedtem. Leestem. Igen, Simon, azt vettük észre. Remélem, hamarosan hazavisszük a fiút. Vagy nekünk nem lesz otthonunk. Jaj! Kedvellek titeket, törpök. Óvatosan, törperős, mindjárt le fog csúszni. Nyugi, Ami, tudjuk, mit csinálunk. La 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 la. Hoppá! Vigyázzod! Majdnem összenyomtad a süteményedet. Meg minket? Ki nem állhatom, ha összenyomnak. Ez tényleg az enyém. Köszönöm szépen. Nagyon finom volt. Van még? A manóba süteményi elég lesz. De mivel meg se kottyant, készítek egy másikat. Remélem, törpapa hamarosan kideríti, hol lakik ez a fiú, különben kiűz minket a saját otthonunkból. Lássuk csak, a törpök élete a földön. Ah, nem. Talán ez jó lesz. Nagy kertek művelése. Ajjaj, már megint jön. Vigyázzat, jön! Simon, mit keresel te itt? A sütimért jöttem. Azt mondtuk, elvisszük neked, tette. Törperős, gyerek még! Hoppá! Jaj, mi történt? Törpapa mindig azt szokta mondani, hogy... Mit is szokott mondani, törpapa? Ne haragudjatok! Csak
nem akartam, hogy olyan messzire cipeljétek a süteményt. Ez igen törpös tőled, de nem szabad ide jönnöd a faluba, mert túl nagy vagy. De én csak... Simon, Simon! Nem megmondtam, hogy ne gyere be a faluba. Igen, tudom, hogy azt mondtad, törpapa. Akkor miért nem fogadtál szót? Ne haragudj, törpapa. Én csak segíteni akartam. Meg is sebesíthettél volna valakit. Szóval már nem is szerettek engem. Nem arról van szó, hogy nem szeretünk, csak azt nem szeretjük, hogy a faluban vagy, illetve hát, hogy szóval nem egészen így gondoltam. Már nem szerettek engem. Engem nem szeret senki. Félreértettél. Arra akarok menni. Az anyukámat akarom! Az apukámat akarom! Anyu! Apu! Maradj az erdőben, én pedig kiderítem, hogy hol laksz. Úgy látszik, öregszem, cicus. Hetek óta nincs újabb ötletem arra nézve, hogyan pusztítsam el azokat a nyomorult törpöt. Semmi ötlete. Mi ez? Ó, micsoda gyönyörű órja! Nem is a rossz. Zseniális ötletem támadt. Gyere, Siemjau! Nem értem, cicus, egy óriás nem tűned el csak úgy. Itt kell, hogy legyen valahol. Oh! Kerestek valakit? Ó, igen. Képzeld, éppen téged kerestünk, éppen téged. Miért? Biztosan ti sem szerettek engem jobban, mint a törpök. Ó, azt mondta, törpök! Te ismered a törpöket? Igen! Voltál a kis falujukban? Igen! Hát, ez nagyon érdekes! De ők nem szerettek engem! Az bizony nem szép dolog. Pedig te igazán rendes fickó vagy, nem úgy, mint azok a ronda törpök. Nekem tetszel, és remélem, jó barátok leszünk. Tudod, én teli vagyok mérhetetlen szeretettel. Az jó. Nagyon tetszik ez a játék, Hókusz Pók bácsi. Szólíts csak Hókusz bátyónak. Kedves tőled, hogy ezt nekem adod. Mindig számítok arra, hogy erre jár egy kisgyerek. Én nagyon szeretem a gyerekeket. Kedves ember vagy te, Hókusz bátyó. Legalábbis megpróbálok az lenni. Játsz csak nyugodtan, rögtön jövök, és ne feledd, mindig hívjál csak Hókusz bátyónak. Aj, hogy tudják elviselni magukat a kedves emberek? De ez a kedvesség most mindent meg fog oldani. Amint hatalmamba kerítem ezt az óriás palántát, arra fogom felhasználni, hogy elpusztítsa a törpöket. Csak az a baj, Siemjau, hogy ez az óriás gyerek túl... Fúj, jóságos ahhoz, hogy bántsa a törpöket, még akkor is, ha megbántották. Más módszerrel kell rávennünk erre. Ez varázsgyűrű. Igen, az, Simon. Ha fölveszed, azon nyomban hazáig fog vezetni. Ó, köszönöm, Hókusz bátyó. Nekem még sosem volt ilyen jó barátom. Kérlek, ne haragudj rám. Vedd föl a gyűrűt! Jól érzed magad? Igen, jól, mester. Reméltem, hogy így is lesz.
Simon! Ó, törpapa! Simon szőrén szálán eltűnt. Ne aggódj, meg fogjuk találni. Én megmondtam. Szia, Simon! Törpapa már tudja, hol laksz. Maga jött rá. Az egyik könyvének a segítségével, de ebbe persze az én segítségem is benne van. Maradj csendben, itt valami nem stimmel. Minden a legnagyobb rendben van, Dörp papa. Jaj, hókuszpók! Meneküljön! Utánuk, Simon! Most aztán egyszer s mindenkorra végedek van. Jaj, hol vagyunk, törpapa? Fogalmam sincs. Azaz, hogy már sejtem. Azt mondtad, tudod, hogy merre felé van a falujuk, te óriás bébi. De már nem emlékszem, Hókusz bátyó. Ó, hogy lehet valaki ekkora aggyal ilyen buta? Hogyan kerítette hatalmába Simont, Hókuszpók? Nem tudom bizonyosan, de ki kell derítenünk. Már láttam a falujukat. Olyasmit keres, ami messziről úgy néz ki, mint egy gombatenyészet. Igen, mester. Arra, menj arra, abba az irányba. Igenis, mester. Most már értem. Hókuszpók gyűrűjénél nagyobb gyémántot kell szereznünk. Sikerülni fog, törpapa. Legyetek ügyesek és óvatosak, törpikéi. Mindjárt odaérünk, Ügyi. Mikor érünk már oda? Várj, várj! Arra van. Mi van? Ott van a törpök faluja, hát nem látod? Apraja falva! Ugye nagyon messze vagyunk a falutól. Törp léptékkel, igen. Simonáj! Figyeljetek, törpök! Itt a nagy hókuszpók beszél! Törp papátokat és még néhány társatokat már rég foggyul ejtettem! Adjátok meg magatokat, vagy elpusztítom a falut! Igen! Simon, pusztítsd el a falut! Muszáj, mester! Persze, te nagy mamlasz! Ha azt mondom muszáj, akkor muszáj! Jó! Jó! Simon, hagyd abba! Jól van, kedves Simon! Most fordulj jobbra! És indulj előre! Várj! Hova mész? Azonnal állj meg! Azonnal gyere vissza, te nagy! Na majd később foglalkozunk vele, cicus! Hát a törpök? Na, csak hogy végre elpusztítottuk ezeket a nyavajás töpörödött gombákat! Gombákat? Jaj, nem! Ez nem igazság! Szia, miau, ez nem igazság! Ezek csak gombák! Terpapa, te honnan tudtad, hogy egy jókora darab drága kővel majd irányíthatod Simont? 553 évem alatt megtanultam egyet s mást, Ügyikém. Olyan jó volt nézni, ahogy Hókuszpók elszaladt Simon elől. Igen, ahogy mi is elszaladtunk előle. Ez csak az bizonyítja, törpjeim, hogy a nagyság bizony relatív dolog. Az mit jelent, törpapa? Azt, hogy ami nekünk nagy, az Hókuszpóknak meg kicsi. Ami pedig nagy Hókuszpóknak, az kicsi Simonnak. És ami nagy Simonnak... Törpapa! Törpapa! A térkép szerint jó irányban haladunk az óriás családja felé.
Biztosan ott vannak Simon szülei. Lehet, hogy Simon még most is haragszik ránk, úgyhogy nem oldom fel a varázslatot, amíg oda nem érünk. Csak így tovább. Igenis, mester. Éhes vagyok, törpapa. Én is. Én is. Én is. Jó az irány, főtörp. A térkép szerint áfonya ültetvényhez közeledünk. Balra át, Simon! Igenis, mester! Remélem, oda találunk, de előbb még egy folyón is át kell gázolnunk. Na, ne mondd, főtörp! Amanóba. Sőt, egy vulkán mellett is el kell haladnunk. Mondod, nem tudtam volna. És még egy meredek sziklán is fel kell másznunk. Tedd már el azt a könyvet! Igen, törpapa. De jó lenne egy kis áfonyát enni, törpapa. No, az nem fog menni. Azt hiszem, még egy ideig éhesek maradunk. Na, de meddig? Ki nem állhatom, ha éhes vagyok. Nekem van egy ötletem. Mondjad, Ügyi. Kiszámítottam, milyen messzire vannak innen a bokrok. Sikerülni fog. Megkaphatnám azt a drága követ, törpapa. Egyet lépj előre, Simon. Most pedig ugorj egy nagyot! Parancsol még valamit, mester? Nem, de nagyon ügyes voltál, Simon. Törpös ötlettel álltál elő, tudtam, hogy rád mindig számíthatok. Kösz, törpapa. De legközelebb mondd el pontosan, hogy mi a terved. Gyertek, törpikéim, kövessük Simont, haza kell vinnünk. Megtaláljuk, Szia-miau. Csak figyeld a... Jaj! A lábnyomait. Oh, Nelson, szegény kisfiunk. Ne aggódj, Lídia, hamarosan elő fog kerülni. De hisz kerested mindenütt. Addig keresem, amíg meg nem találom. Itt laksz, Simon? Igen, mester. Ó, ez sikerült, törpikéi. Hurrá! Hála a törpedeknek! Hurrá! Hurrá! Lehet, hogy álmodom. Köszönjük! Köszönjük, törpapa! Köszönjük mindannyiótoknak. Reméljük, Simon máskor nem fog eltévedni. Utálok eltévedni. Olyan jó újra itthon lenni, gombóc. Psst, Simon! Hókusz bátyó! Psst! Mit csináltál a törpicsekekkel? Hagyjuk ezt, Hókusz bátyó! A törpök a barátaim, és ők jók voltak hozzám. Te igaz, hogy ajándékokat adtál nekem, de egyáltalán nem voltál jó hozzám. Miket beszélsz te itt? Ki töltötte tele a fejed ezzel a butasággal? Apu! Ez itt Hókusz bátyó. Ó, oh, Hókusz bátyó. Hát, én azt hiszem, hogy már el is megyek. Örülök, hogy találkoztunk. Jaj, utánuk, gombóc. Bántanának engem, szegény kis hókuszpókot. Ezeknek az óriásoknak teljesen elment az esze. Elkotlott téged, te gonosz varázsló! Aha, most már értem, mit jelent az, hogy a nagyság relatív fogalom. Okos vagy, Ügyifogyi. Milyen jó dolog az, hogy Simonnak jó nagy minden rokona. Ah.
Figyeljetek ide, csak a hibátlanokat szedjétek le. Erről csak egyféleképpen szerezhetünk bizonyságot. Ez jó, de még nem törpéletes. Kell neki még néhány hét. Ami, ne edd az áfonyát, hanem csak szedd, jó? Nézd, mit csinál Ügyi-Fogyi és Duli-Fuli. Utálok fel lenni, és utálok len lenni. Jaj, itt sohasem fogunk kijutni innen. Milyen igaza van, ugye, Siam Miau? Igen, igaza van. Jól van, törpök, ez az utolsó bokrunk. Hé, itt még van kettő. Vajon érettek-e? Oh, ez hókuszpók! Meneküljetek! Utálom hókuszpókot. Utálok! Utálok! Fogd el őket, Siam Miau! Siam Miau meg fog lepődni. Siam Miau, egyszer úgyis lábpörlőt csinálok belőled. É, ezek még mindig a nyomunkban vannak. Gyorsabban! Siam Miau, gyorsabban! Szerintem kezdenek fáradni. Nem ők az egyetlenek. Én már nem bírom, Siam Miau. Én sem bírom, jaj. Jaj, ha 10 évvel fiatalabb lenni, jaj, elkapnám a kis nyomorultakat. Törpjeim, mit törpént? Hókuszpók és Siam Miau üldözőbe vett bennünket, de mi megszöktünk. Szerencséjük, mert szétlapítottam volna őket. De úgy kellett hagynunk az összes áfonyánkat. Látjátok, az óvatlanság nem vezet jóra. Ezt már 1000-szer megmondtam nektek. Én nem akartam semmi rosszat. Na, ettől mindannyian felvidultok. Mennyi áfonya? Törpapa, de hisz ez a te egyéni tartalékadagod. Örülök, hogy megoszthatom veletek. De különben sem vagyok annyira éhes. Jó étvágyat, nekem most dolgom van. Törpapa, tényleg nagyon rendes vagy. Igen, olyan sokat tesz értünk. Bárcsak mi is a kedvébe járhatnánk. Vajon mit tehetnénk érte? Van egy ötletem. Láttam egy listát a kedvenc dolgairól. Ó, igazán? És hol? Törpapa egyik könyvében. Gyertek, megmutatom. Utálom a listákat. Törpapát viszont szeretem. Ez lesz az. Vagy mégsem. Talán ez. De nem talán, talán ez? Tudtam, hogy fölöslegesen vesztegetjük az időt. Igen, micsoda időveszteség. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy ez az... Kedvenc dolgaim. Ez itt valóban törpapa kézírása. Jól van, Ügyi-Fogyi, te találtad meg. Nekem is csak egy hajszálom múlott. Lássuk csak. Vidám dalok, költészet. Szép festmények, illatos virágok, valamint friss erdei saláta csipkegombával. Akkor én most elmegyek virágot szedni. Én készítek salátát. Segítünk, Ami. Én majd felügyelek rátok. Törpapa mindig azt mondja, egy csapat kapitány nélkül olyan, mint egy vitorlás vitorla nélkül. Úgyhogy... Hé, várjatok meg! Most már csak a csiperke gomba hiányzik. Pedig már mindenütt kerestük. Kell, hogy legyen itt egy barlang. Felelőtlenek vagytok. Törpapa mindig azt mondja, hogy a törp ne sétáljon be meggondolatlanul semmilyen barlangba, mert az nagyon veszélyes és ijesztő lehet. Jaj! Segíts! Na, mi van, okocska? Berezeltél? Á, dehogy! Törpapának azt hiszem, igaza volt. Nézd ezt a sok pompás gombát! Ide nézzetek! Milyen
Milyen törpös ez a kis tó, és milyen szépek a virágok. Láttátok ezt? Ivott a vízből, és megfiatalodott. Törpompás ajándék lenne ez törpapának. A fiatalság lesz. Ennyi elég is lesz. Ez itt az én szavam. És ti birtokháborítók vagytok. Ez egy kobold. Tegyél már le! Hogy tegyelek le, kérése parancs! Törpenetesen undok vagy, mi csak egy kis vizet akartunk. Senki nem merhet vizet a tavamból, anélkül, hogy ajándékot ne adna. Hát ez törpilletesen érthető, úgyhogy mi már itt sem vagyunk. Ezt elfogadom ajándékként. Várj, ez törpapáé. Mostantól már az enyém. Azonnal add vissza. Tessék, merhetsz a vízből. Tényleg, a víz. Csak mértékkel. Ilyes, törperős. Törperős, várj! Te meg mit akarsz? Hoztam neked egy kis meglepetés. Ezt még megkeserülitek! Hiha! Csendben, ne úgy felébresszük törpapát. Igaza van. Psz, add tovább. Csináltok. Fel akarjátok ébreszteni törpapát? Gyorsan pakoljunk össze. Hadd segítsek neked, törperős. Á, kösz, törpapa. Törpapa! Csak tudnám, mit csináltok itt ének idején, törpjeim. Ne fáradj, törpapa. Várjatok majd én. Mindenki végezze a maga dolgát. Mellesleg, mi van a zsákokban, há? Meglepetés! Tudod, úgy érti, hogy egy kis meglepetést hoztunk. De megszomjaztam. Tessék, törpapa! Ez a víz már teljesen poshat, törpapa. Hozok neked egy kis frisset, rendben van? Ugyan már jó nekem ez is. Visszamegyek, szundítok egyet, bizony már elmúltam 20 éves. De még megfiatalodhatsz. Furcsa, megitt a vizet, és semmi eredménye. Az a kobold becsapott minket, és ráadásul törpapa könyvét is elvette. Kíváncsi vagyok, vajon dühös lesz-e törpapa, ha majd rájön? Talán halmozzuk el meglepetésekkel, akkor nem lesz dühös. Na, ebben nem vagyok annyira biztos. Felkészültetek? Igen, készen vagyunk. Várjon is. 1, 2, 3. Itt a meglepetés, törpapa! Törpapa! Hello, törpő! Törpapa! Én vagyok az. Gyertek törplabdázni! Nagyon ügyes vagy. Dobd vissza! A manóba hatásos volt a víz. Túl sokat ivott belőle. Törpegek, mit tettünk? Nagy bajban leszünk, ha törpapa nem irányít bennünket. Megvan! Hű, de törpös ötletem támadt most! Add csak ide a törpujádat! Játszani, játszani, csak játszani, máson se jár törpapa esze! Meglátjátok, ha majd én beszélek vele, rám biztosan... Hé, törpök, miért lógatjátok az orrotokat? Tudod, törpapa, nagyon nagy bajban vagyunk. Mégpedig miattad? Amiatt, aki mondja! A manóba, olyan gyerek még. Nem tudom, mi lesz velünk vezető nélkül. Nincs kedvetek velem játszani. Figyeljetek! Álljatok fél lábon és ugrándozzatok. Ne bámuljatok, csináljátok! Csináljuk, amíg nem találjuk ki, hogy mit émők legyünk. Most ugráljatok, csípő!
töretett kézzel. Ongorjatok bele a sárba. Ki nem állhatom a sarat? Ez teljesen nevetséges. Bárcsak visszaváltoztathatnánk törpapát. Keresek valami varázsszert a laboratóriumban. Legalábbis megpróbálhatnád. Mondtam, hogy meg fogom találni. Fiatalság elleni varázsszer, lásd 29-es kötet. Te! Ez eltűnt. Hiha, akkor ezt vette el a kobold. Mindenáron vissza kell szereznünk. Hú! Veletek mehetek? Na, hadd menjek! Nem jöhetsz velünk, mert te még túl kicsi vagy. Ezzel teljesen egyetértek. Törpapára még felügyelni kell, és erre én vagyok a legalkalmasabb. Nem is tudom, mi a rosszabb. Ha itt hagyunk, vagy ha magunkkal viszünk. Az sokkal rosszabb, ha magatokkal visztek. Ezek szerint maradhatok? Maradhatsz, de Ügyi-Fogyi majd figyel rád, hogyan felügyelsz törpapára. Ez a feladat nem lehet olyan veszélyes, mint szembeszállni azzal a szörnyű kobolddal. Mire megnövök, megtanulok varázsolni, az egyszer biztos. Hé, ez nem igazság? Ki zárt ki engem? Oda nem mehetsz be, törpapa, mert a törpi fiancoknak nem szabad. Jól van, akkor inkább bujócskázzunk, jó? Te vagy a hunyó. Csukd be a szemed, és számolj ezerig. Ezerig? Miért? Nem tudsz ezerig számolni? De hogy is nem. Nem is tudsz. De tudok. Nem tudsz. De? Nem. Majd megmutatom neked, te kis pimasz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most a törpiek után megyek. 58, 59, 60. Úgy te, okoska, törpapácska, elmentik. Ne segíts, Ügyi-Fogyi. 61, 62. De hát okoska, mi lesz, ha törpapácska eltéved? Az a lényeg, hogy eltévedjen. Én pedig megkeresem. Bujócskázunk, tudod? De már nem tudom, hol tartottam. Jaj, ne haragudj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ott van. Most menjünk, amíg alszik. Én nem félek tőle. Jaj, valahol erre kell lennie. Talán ezt keresitek. Há? Ez a könyv most már az enyém, és nem sokára ti is az enyémet lesztek. Nem lesztek a biáit. Nem fogtok meglógni. Lehet, hogy igaza van. Engedj minket szabadon, kedves kobold. Nem mehettek el, míg ajándékot nem adtak. Nem hoztunk magunkkal semmit. Én hoztam. Másodszor már nem fogsz átverni. Dehogy verlek át. Nézd ide. Olyan törpös kis ajándék ez, de ha nem akarod, persze nekem mindegy. Ide vele, hadd lássam. Imádom a meglepetéseket. Ki hozta el a könyvet? Könyvet? Amanó mindenit. Na, ne nézz így rám. Nem hiszem, hogy még egyszer meg tudom tréfálni ezt a koboldot. Törpapa túl tudja járni az eszén. Talán más varázslót nem ismerünk. Az nem is olyan biztos. Hókuszpókra. Olyan jó itt, cicus a hangulat. Vár ránk itt a sok finom jó falat. Csüggedni semmiképp sem szabad. Ki kell várni azt a halat. Szia, cicuska! Jaj. Nem jártak erre törpök? Hmm,
Lehet, hogy nem kell éhebb maradnom. Azt mondtad, törpök? Igen, törpök. Mondd, te kobold vagy? Kobold? Ó, nem. Én csak egy barátságos varázsló vagyok. Tényleg? Különben túl ronda vagy ahhoz, hogy kobold legyél. Mégis pibasz! Szia, jó! Kapd el! Játszani akartál, cicus? Engem nem kapsz el. Nehogy meglógjon! Hé, dehogy vagy te barátságos! Fogd be a szád, te vakarcs! Elkaplak! Nesze! Nem menekülsz! Jaj! Úgy sem menekülsz! Te kicsi vakaré! Remélem, nem találkozom soha többi egyetlen törppel sem. Én is remélem. Hókuszpók! Már megint a törpök. Menjetek innen. Öreg vagyok én már ahhoz, hogy állandóan titeket üldözzelek. Ezen könnyen segíthetünk, hókuszpók. És mondjátok, hogyan? Ismerünk egy forrást, amelynek a vize megfiatalít. Komolyan? Ti megtaláltátok az ifjúság forrását? Igen, elvezetünk oda, ha akarod. A megígéret, hogy visszaszerzed a kobolttól a könyvünket. De honnan tudhatnám biztosan, hogy létezik az a forrás? Van rá bizonyíték? Hát, nem is tudom. Sziasztok! 1000 éve nem láttalak titeket. Ez az öreg varázsló üldözött engem. Fogjuk meg! Várj, törpapa, szükségünk van rá. Törpapa? Ez itt törpapa? Akkor igazat mondtatok. Hé, azt hiszed, csak úgy szorongathatsz? Tegyél le! Olyat szorongass, aki akkora nagy marha, mint te! Jó, visszaszerzem a könyveteket. Csak vigyetek el az ifjúság forrásához. Tessék, a forrás arra van. És a kobold is. Az én eszemen úgy sem tud túljárni. Mindjárt visszaszerzem a könyveteket. Meg se kérdezte, hol van elrejtve a könyv? Benne nem bízhattok. Ez teljesen egyértelmű. Igazad van, törpapa. De lehet, hogy akaratán kívül fog segíteni. Gyerünk! A koboldnak semmi nyoma. Nagyon könnyű dolgom lesz. Könnyű lesz? Aki vizet akar inni, ajándékot kell, hogy adjon. Ajándékot? Ajándékot? Hát persze, persze, itt van valahol. Itt van. Pillanatokon belül ártalmatlan béka lesz belőled. Jaj, béka! Jaj, itt valami nincs rendben. Szépséges pillangóvá változtattalak. Sosem láttam ilyen buta varázslót. Ezért kértük a segítségét. Menjünk gyorsan a könyvért. Jól van, te akartad. Na végre, kipurcant. Nem purcant ki. Így még mindig nem vagyunk elég magasak. Talán, ha törpapa, a válladra állna törpilla. Törpapa! Törpapa! Itt vagyok! És itt a könyvetek! Ne félj, törpapa! Vigyázzatok! Jaj, mindjárt ide ér! Gyorsan, szaladj, szaladj! Látod,
törpapa. Mi csak meg akartunk téged fiatalítani. Meglepetésként. De most már túl fiatal vagy, és nem tudsz minket irányítani. Ezek szerint, ha megnövök, én a törpök vezére leszek? Igen, ami egyetlen törpapánk. Akkor rajta! Mire várunk? Már elég régóta bent van. Nagyon remélem, hogy tudja, mit csinál. Ó, törpegek! Törpapa, jól vagy? Törpapa! Köszöntelek benneteket, törpjeim! Törpapa, annyira örülök, hogy újra öreg vagy. Hát azért annyira nem vagyok öreg. 999 és 1000. Aki bújt, aki nem, megyek. Okoska, törpapa arra van. Mondtam már, hogy ne áruld el, hogy hová bújt. Akár fel is adhatod, törpapa. Okoska, ezt én nem fogsz túljárni.